Sziasztok! Ahogy ígértük, tovább folytatjuk az Európai Unió körüli visszásságok ismertetését. A múltkori alkalommal elmondtuk, hogy Magyarország most épp a gyermekvédelmi népszavazás és az állítólagos jogállamisági problémák miatt nem kaphatja meg a neki jogosan járó pénzeket a helyreállítási alapból. Az azóta eltelt héten egy bírósági ítélet is született, amely újra Magyarország és Lengyelország megregulázását tűzte ki célul. Az Európai Unió Bírósága ma egy politikai döntést hozott a magyar gyermekvédelmi törvény miatt. Ugyan nem ért minket meglepetés, hiszen a bíróság elnöke már korábban utalt rá, hogy milyen tartalmú ítéletre számíthatunk. De azt látjuk, hogy a gyermekvédelmi vitában ezáltal az Európai Unió bírósága is egy politikai szereplővé lépett elő. Ki lepődött meg? Vagyis most már, ha Brüsszel szerint rossz fiúk leszünk, akkor nem kapjuk majd meg azt a pénzt, amely egyébként nekünk jogosan járna. Abból a kalapból, amely kalapba hazánk is ugyanúgy befizet. Ez aztán a korrekt eljárás. Azért annyit halkan jegyezzünk meg, hogy mostanában az Európai Unió bírósága tájékáról is sok csúnya dolgot lehet hallani. A Kontra legújabb sorozatában már pedzegettük, hogy bizony-bizony az Európai Unió bíróságának bírái közül sokan igen messzire kerültek az elfogulatlanságtól. Elmondtuk, hogy többen is különböző soros szervezetekhez köthetőek, és az álcivilek által támogatott progresszív ügyeket próbálnak meg felkarolni. Itt van már is a Coman Hamilton ügy, amely alig burkoltan a melegházasság és az LMBTQ jogok egész Európai Unióban való elismertetésére irányul. De korábbi cikkünkben megírtuk, hogy a bíróság elnöke, Coan Lenaerts, egyre nyíltabban beszél föderalista elképzeléseiről, vagyis a tagállamok önállóságának csorbítási szándékáról, amelynek építésében az Európai Bíróságnak is ki kell venni a részét. Vagyis politikai döntéseket kéne hozniuk és nem igazságot szolgálniuk, Lenaerts szerint. Lenaerts a Politikónak adott tavalyi interjújában kifejtette, hogy az Európai Unió bíróságának autoritását és az Európai Uniós jog elsőbségét számos tagállamban megkérdőjelezték, nem csak politikusok, hanem egyes alkotmánybíróságok is. Ez egy rendkívül súlyos helyzetet eredményezett, amely aktuális formájában veszélyezteti az európai projekt fennmaradását. Az üggyel kapcsolatban megint előjött a nagyhatalmi logika, hiszen Lenaerts elmondta, hogy a német alkotmánybíróságnak az európai közös jogot felülíró döntése nem precedens értékű, tehát Magyarország és Lengyelország nem követheti a német példát. Ja, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Tudjuk. Egyenlő államok szövetsége? De egy 2020-as német jogi szaklapban arról beszélt, hogy az általa vezetett Európai Bíróságnak kellene az egyes tagállamokat lényegében önmagától megvédenie, és végső soron a jogállamiság megfelelőségét kimondania a tagállamok esetében. Orbán Viktor legutóbbi szamizdatjában ki is fejtette, hogy a bíróság elnöke szerint a luxemburgi bíróknak nem is az előttük fekvő ügyről, hanem az európai integráció jövőjéről kell határozniuk. Másút azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az ítélet az integráció következő fázisának alapjául szolgál majd. A főbíró mindezt úgy tette egyébként, hogy nemrégiben egy súlyos összeférhetetlenségi ügybe keveredett, amelyben nem csak ő, hanem többek közt az Európai Bizottság költségvetési biztosa Johannes Hahn is érintett volt. Többek közt Hahn felelős azért, hogy Magyarország most már hónapok óta nem kaphatja meg a helyreállítási alapból származó pénzeket. Hahn szerint Magyarországon nem megfelelő a jogállamiság állapota. Mondja ezt úgy, hogy mint kiderült, bensőséges viszonyt ápol Helga Bergerrel, aki a számvevőszék azon kamarájának tagja, amely véletlenül épp a jelenlegi tárcáját világítja át. A francia Libération értesülései szerint a két osztrák tisztségviselő együtt vacsorázott 2021. június 11-én, 14-én és 28-án is. Közvetlenül azután, hogy az Európai Parlament jogi eljárást helyezett kilátásba, amennyiben az Európai Bizottság nem kezdi el mielőbb használni a jogállamisági rendeletet, azaz nem indít eljárást Magyarország és Lengyelország ellen.
Ha az nem lenne elég problémás, kiderült, hogy a fényűző vacsorákat a számvevőszék állta. Persze a Hahn által felügyelt európai csalás elleni hivatal, az OLAF, valahogy ezzel az üggyel nem akart foglalkozni. Az ügyet feltáró francia lap értesülései szerint olyan mérvű nyomás érkezett a bizottság és egyes tagállamok irányából, hogy a szervezet jobbnak látta felhagyni az utóbbi üggyel. Feltehetjük a kérdést. Milyen állapotban van az az Európai Unió, ahol a csalás elleni hivatal félrenéz, a szükség úgy kívánja, a számvevőszék pedig korrupciós gyanúba keveredik? Ennyi volt már a Hunortodox, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és kövessétek a kontrát. Sziasztok!